Hú, de jó lesz, csülkös pacal, gyerekek! Még teszek rá egy kis színes paprika. Sziasztok, ki nyert a főző versenyen? Sziasztok, mindjárt! Lehet, hogy sok lesz. Sziasztok! Na, most lesz a jó szaftos. A csülköt már beleraktam. Na, szia! Szia mindenkinek! Sziasztok! Szia! Csülkös pacal lesz, gyerekek! Megfordítom a kamicsit. Ez már a csülök benne van. Szia, Emese! Sziasztok, sziasztok! Csülkös pacalt csinálok, és már... Jaj, bekapcsolom a párajelszívót. Csülkös pacal. Úgyhogy már a csülök benne van. Nagyon-nagyon sok hagymát lepirítottam, lepároltam, rengeteg hagymát. Köszönöm, Reginám! Köszönöm szépen a TikTok jelet. Szia, Viki! Jól néz ki! Na, köszönöm szépen, gyerekek! Reméljük, hogy finom is lesz. Szia! Szia! Szia mindenkinek! Köszönöm a rózsát! Köszönöm a fagyit is, apa! Köszönöm a kívánságpalackot, súlyzót is, apa! Focit is, a mini hangszórót is, és a teniszt is, és a GG-t is. Köszönöm szépen! Köszönöm, nagyon kedves vagy, apa! Na, akkor... Renikém, neked is nagyon szépen köszönöm a fagyikát, a töltéres csavaros fagyit. Szia, már hiányoztál. Már ti is nekem nagyon hiányoztatok. Szóval a csüli. Várjatok, mert a kést nem akarom mutatni, mert pucolnom kell a burgonyát is meg. Szia, Dalmikám. Szia mindenkinek, drágáim. Ilyen pacalt, jaj, mutatom, hogy milyen pacalt használok. Ezt a fajta pacalt, jó? Ezt a fajtát szoktam venni, és tudjátok, hol veszem? A Pennybe. Hello, 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 sütemény. Szia. Szia, Melindám. Vagy na, a kommentetok. Szia, Melindám. Mi jó főzöl. Szia, Klaudiám. Pacalt, csülkös pacalt. Sziasztok, szia, valamelyik nap megcsináltam a húsos káposztát, de örülök neki, MSC, egészségetekre. De jó. Te is ugyanezt főzöl, Marian. Szia, Ritus. Szia, Rita, mit csinálsz? Ez nagyon jó. Szia, Manuelisztem, hogy hol vagy? Na, itt vagyok. Szia, tegnap borsós reszelt májat csináltam, tiramisu volt a desszert. Ó, nyamíz. Az nagyon finom, ugyanezt vettem én is, vasárnap volt a menü nálunk. Ugyanilyet vettél? Ugyanezt a fajta pacalt? Ez a pacal nagyon-nagyon brutál, jó? Ezt szoktuk venni. Várjatok. Mindjárt utána odaülök, vagy nem tudom, állva, én is Melinda vagyok. Te is sütemény 36. Igaz? Na, szia! Azt hiszem, a múltkor is mondtad már, igaz? Te is süti. Igaz, süti, Meli vagy? Itt vagyok. Szia, erdőkertesről! Szia mindenkinek! Pogácsát, csütök, tepertőse! Jaj, de jó az, Rita! Az nagy, annyira szép, vagy olyan jó nézni a live-odat. Mindig jó itt vágy az ételhez. Köszönjük szépen, drágám! Köszönjük, Júliám! Nagyon kedves vagy, drágám! Szia, anyu, paradicsomos gombócot csinált, olyan jó! Á, láttam, de most megenném a csülkös pacalt is. Jaj, Henriettám, de szeretem azt is, a paradicsomos gombócot. Fura, egy kicsi a körmöd. Fura, nem soká, majd megcsinálom én már. Igen, ugyanezt, én is csak ezt veszem, jó. Így van, ez a legjobb. Szia, szia édesem, jó étvágyat mindenkinek. Szia Csajci, igen, van gyerek, igen, igen. Szia mindenkinek, sziasztok. Ezt még ezt felveszem. Ebből a kis tercsóval most. Remélem sikerül feltenni a TikTokra. Ugyanezt a pacal, penis. A penis pacalt szeretjük. Puszi neked Bulgáriából, imádom. Ó, szia mindenkinek! Sziasztok! Holnap meg habarzőrbab lesz, meg élesztős fánk. Az nagyon finom, egészségetekre. Imádom a pogit. Én is. Főz nekem egyszer valamit, vendéget szeretnék lenni. Na, igen!
Főzünk nem soká, úgyhogy majd találkozni is fogunk. Már ideje lenne. Sziasztok, szia Erzsébet, szia mindenkinek. Halmai ugrár. Várjatok, ezt fel kell, hogy vegyem. Na, nem értek ehhez a kis telefonhoz. Nem értek hozzá, megvan. Na, milyen szépen felforrt a csülök is, megy rá a pacal. Remélem elmentette. Jaj, visszanézem. Na, milyen szépen felforrt a csülök is, megy rá a pacal. Váljatok, így szoktam-e? Na, milyen szépen felforrt a csülök is, megy rá a pacal. Hát na, reméljük, hogy sikerül ebben is feltennem, mert ezzel live-ozok az enyémmel. Úgyhogy na, 10 üveg lecsót is elraktam. Az jó, Rita! Hú, tavaly is finom lecsót raktál el. Akkor beraktad most a 10 üveggel. Nagyon jó. Sziasztok! A legjobb szakásnő, szeretjük, amit csinálsz, ahogy főzöl. Puszillak! Örülök neki. Puszi Kolozsvárról. Szia, nálunk karbonára spagetti készül, rizibizi csípős csirkeszár, meg gombamártás. Az igen, jó étvágyat hozzá. Olyan jó főzöl. Öröm tőle tanulni, örülök neki, babám. Szia! Ma csülkös pacal, most készítem fel, kész lesz 5 órára. De hová valós vagy, nemrég találtam rád, nagyon jók a videóid, bírlak Isten áldjon. Köszönöm szépen, Szimikém, örülök neki, hogy itt vagy. Jaj, köszönöm szépen, Dalmatám. Na, teszem rá. Ezt viszont így szépen elvágom. Ez már konyhakész pacal. Jaj, köszönöm, drágám. Sziasztok, szia mindenkinek. Mindjárt visszanézem. Nem soká. Sziasztok, szia John Marston. Mi újság? Hogy vagy, John Marston? Fürött téma. Vizu, ma májas tésztát csináltam, házi gyú... Ó, az nagyon ott van ám. Szia. Szia, ágyon fekszem, lebegem. Az szép. Az már valami tavaly fürött. Nem baj, akkor olyan illatod van, mint egy csokor rózsának, gondolom. Sziasztok, szia mindenkinek. Van modid, van modim. Vannak modik. Sziasztok. Na, ennyi, Nenüske. Köszönöm, Nenüské. Köszönöm, Nenüs. Sziasztok, Erdély, Sepp, Szent György. Az igen. Az szép. Na, még ilyeneket irkálni, cigó. Ha. Mindjárt, gyerekek, rádobom. Akkor kéne nézni, mert valaki... Igen, majd mindjárt jönnek ide be. Nagyon pozitív kisolás látszik, szeretsz főzni. Tiltsd ki, szia ukra, imádunk. Mindjárt ezt rádobom, még hagyd szenvedjen egy kicsit. Szenved. Na, rátettem, a papírt kidobom. Pucolok burgonyán. Köszönöm szépen a kívánság palackót. Na, most mindjárt kitítelek John Marston. Szia, dög légy, vagy te is itt a TikTokon, a dög legyeket meg letiltjuk. Szia, köszönöm szépen, Odettem, puszilag drágám, köszönöm szépen az augusztus is, sok-sok ajándékot, köszönöm szépen, Odette, a TikTokot is. Jaj, na, most leültem egy kicsit. A lánytesommal rólad, hogy olyan rendes vagy, olyan, mintha ismernélek valahonnan. Igen, 91-05-05 user. Hát ki tudja, lehet, hogy találkoztunk már. Vagy az előző életünkben. Fent lesz a recept. Igen, fent lesz. Hát remélem, hogy ebből a kis telefonnal sikerül feltennem. Mi is pacalt csinálunk. Na, ilyen sokan pacalt főzünk ma. Oh, de jó. Szia, lehetek, modid. Szóval nem szoktad megmosni a pacaltot. Ez kész van, ezt a pacalt már ismerem, ezt tudom, hogy milyen, ez fagyasztott pacal. Ez már készen van, csinálva, minden meg van rajta csinálva. Ezt próbáljátok már ki ti is, majd lefotózom ezt a fajta pacalt.
Drága Mindám, visszakövetnél, mindig nézlek. Itt vagyok, Anitám. Legjobb vagy a TikTok, igen, lehet előző életünkből. Igaz, lehet. Mert ha így érzed, valaki így érzi, akkor az általában úgy szokott lenni. Palóc levest főzök. Ú, az nagyon finom. A palacsintát nagyon szeretem, a kedvencem. Hát jó, sikerült a főzőverseny. Finom lett a kakaspörköltünk, a lecsós kakaspörköltünk. Olyan jó nézni téged, sok pozitív energiád van, szép családod van. Isten áldja, köszönöm szépen, Toretto, viszont kívánom nektek. Nyilatkozom, nagyon finom volt a kakaspörkölt. Ja, igen, na látod-e? Igen, Ádi itt van. Ádi tudja, na most megláttalak, látod, Ádi, kiszúrtalak. Ezt vártam, hogy mikor látlak meg, Ádikám. Így van, igaz, hogy finom volt a kakaspöri? Tésztával, jó sok tejföllel, ubisalival. Egészséged, Rádikám. Szóval milyen márka ez a szempilla spirál, nagyon szép. Ah, mert nagyon is szeretem. Ez a szempilla spirál, a mélyből énes szempilla spirál, mindjárt meg is mutatom. Nem tudom, miért beszélek gyorsan, mintha lemaradnék valahonnan. Megmutatod a konyhád. Várjatok, gyerekek, belevág a fény, a napfény. Ott szoktam főzni, ott van benne a burgonya, azt még megpucorászom. Szia, szia Anittám, szia mindenkinek, szép napot, neked Déli Sendriettám, köszönöm. Jaj, de jó illatú van. Jaj, ki kell terítgetnem, ki kell terítenem a pilédemet, a plaplanomat. Sziasztok, azok a jó faj. Igen, ez a fajta, ez a Maybellint használom. Gyerekek, a körmömet most ne nézzétek, meg fogom csinálni. Minél előbb, annál jobb. Szép házatok van. Köszönjük szépen. Tehát nem tudom, ki használja ezt a fajta szempilla spirált, én ebben nagyon beleszerettem. Ebben a fajta mélyből én szempilla spirálba a verhetetlen, a leges, legjobb a világon. Nem gyűrődik, nem pereg, nem maszhatalódik, nem kenődik. Szerintem egy picit lehet, hogy vízálló is. Nem tudom, de ez bírja a gyűrődést. Sziasztok! Pacal pörköltöt csinálok. Sziasztok! Hát pacalpöri lesz, gyerekek, csülkös pacal. Főtt burgonyával. Az, hogy én ebbe nagyon sok majorannát fogok majd tenni. Majorannát fogok beletenni, meg fokhagymát. Értitek? Fokhagyma és a majoranna, az kell bele. A pacalpöri a kedvencem. Én is nagyon-nagyon szeretem. Töltött káposztát imádom. Köszönöm szépen, Pepe Latimeám. Puszilag, drágám, köszönöm szépen a sok-sok rózsát. Nálam is az lesz. Na, tényleg nagyon sokan pacalpörit csinálunk ma. Fiatal lányok, igen, azért teszem fel, felteszem, akinek megtetszik, akinek szimpatikusak a recepteim, az ételeim, ahogy csinálom, ahogy főzöm, azok csinálják meg, küldjenek róla nekem képet. Fel fogom tenni a YouTube-ra is, a YouTube-on is fent vagyok, a YouTube-on is kövessetek be, mert minden ilyen egyes élő TikTokot felteszek a YouTube-ra is. Úgyhogy ezeket ott visszatudjátok nézni. Az benne a lényeg. Nagyon megszerettelek, imádlak, Henriettám, puszillak, örülök neki. Szia, Melinda, szia, Orsolya, most már tudom, hogy Gyöngyösön laksz, nagyon sokszor látlak. Piros paprika, egy, nem Gyöngyösön lakok, hanem Halmajuk rá, Gyöngyös mellett. Jó lenne Gyöngyösön lakni, nem lenne rossz. Sokan asszonyok is, és nem főznek. Igen, azt tudom, hogy sok asszony meg még nem is főz. Szia, mindig nézlek Angliából. Szia, Fruzsinám, puszilla, örülök, hogy itt vagy, és mindig nézel. Nagyon örülök neki. Kicsit még mindig be vagyok rekedve. Beteg voltam, elment a hangom. 4 napig szedtem az antibiotikumot. 4 napig. Hát nem tudom, hogy folytassam az antibiotikumot, mert kellene amúgy. Várjatok. Ez a nagyobbik fedő. Ez ide ki lett. Téve nekem a bográcsra, mert amikor főztünk, akkor kivittük. Sziasztok! 2 gyerekem van. És van egy unokám is, a Helena baba. Be kell szednem az ágyneműt szerintem, mert lehet, hogy esni fog az eső, nagyon be van borulva. Mindjárt jövök, olvasom vissza. Szia, Meli, jó látni téged. Sziasztok! Örülök neki, hogy itt vagytok. Így.
krumplit meg kéne pucolnom, aztán ezt a két zacskót innen elrakom. Hova rakjam már ezt a telefont? Én is puszilak, anyukám is, Melinda. Jaj, de jó, Fruzsinám, puszi nektek! Úgy örülök nektek, hogy itt vagytok. Sziasztok! Meg még pucolok akkor krumplit, szia, témelyám! Én úgy szeretlek, anyámra emlékeztetsz, múltkor órákat néz. Tényleg, drágám, Biancám, de örülök neki. Igen, igen, elolvastam már. Vissza szoktam nézni. Igen, anyudra emlékeztetlek? Igen, Bianca. Örülök neki nagyon. Szeretem, hogy mindig jó kedved van. Puszilag. Hát, gyerekek, legyen jó kedvetek. Most annyi, hogy most mindig nem lehet az embernek. Jó, oké, vannak olyan dolgok, hogy mit tudom én, rossz kedve van az embernek, de legyen jó kedvetek, akkor minden megoldódik. Most azzal nem oldódnak meg a problémák, hogyha rossz kedved van. Szerintem akkor még jobban elmegy az életkedvünk, nem? Hogyha rossz kedvünk van, még jobban csinál. Pozitívan kell mindenhez hozzáállni, így van, drágám. Igen. Az a lényeg az egészben. Hát nyaralni is menni kellene, csak oda se jutunk el. Mindig csinálunk valamit, mindig van valami program. Már Kumadrasra is le kellene mennünk. Oda se jutunk el már, mert jóta, ez a legpörgősebb nyarunk. Szia, szeretem a főzős, hogy legyen szép napod, drága. Köszönöm szépen, Zoli, viszont kívánom. Meg hát bízni kell a jó Istenben, bizony. Így van, az a fontos. Így van, gyerekek. Jól mondod, Fuzsinám. Szia, igazad van. Köszönöm. Örülök neki, hogy egyetértetek vele. Ennek nagyon örülök ám, gyerekek, nem? És így kéne tényleg csinálni mindenki, nem? Ó, Nikoletta, pénteken temettük el mamámat. Nagyon sajnálom, Nikoletta, részvétem. Hát persze, egy ilyen után, persze, az megint más, a gyász, amikor az embernek meghal a mamája, papája, vagy szülő, ne adj Isten, hát igen, igen. Mit főzök? Csülkös pacalt csinálok krumplival. Ki akartam próbálni a brazil barna? Na, de nem én nem próbáltad ki a brazil barnát. De lebeszéltek róla, mert hogy fekete a hajam. Akkor is befogja. Szia, mi jót főzöl pacalt pörköltőt. Köszönöm szépen, szívesen, Nikolettám. Üdv Karcagról. Na, ki Karcagi? Stelladi. Karcagi vagy, drágám? Írtad a másik csajszinak. Vagytok itt Karcagról? No. Kedvencem. Nekem apum, jaj, Istenem. Hát, mert szóval félig árva vagyok, 25 évesen. Ó, Istenem, sajnálom nagyon. Dalmatám, részvétem neked is, drágám. Uraddal, így lesz vele, igen. Nagyon szeretem a kóstolós videókat. Lesz, igen. Hazajön, rögtön tesztali nektek le, remélem jó kedve lesz, remélem nem lesz kiregileg. Neki is mindig azt szoktam mondani, ne idegeskedjé, nyugodjál le, attól lenyugszol. Egyé, igyál, ne bankódjál, fürödjél le, az jó van. Mit tudsz csinálni? Nem? Ne legyen már még utána az, hogy még gyötri magát, nem? Uraddal lesz. Jaj, nem nyomom a csetet. Püspök Ladányi vagy. Szia, Petrám. Én vagyok. Te vagy? Jaj, a Herrietta. Üdv. Nagyon jók az ételeid, nagyon kedves vagy. Szeretem nézni a vidiket. Puszi karácsondról. Szia, Niki, mit laksz tőlünk nem messze? Szia, Szabolcs megyéből nézlek, imádom a videódat, Emese. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, Emese, 48 éves volt. Ú, Istenem, dalmatám. Nagyon sajnálom. Részvétem. Én is, te is Karcagi vagy? Sziasztok, Teres vagyok, és mikor nézem a videóid, mindig a nyálam folyik.
Jaj, terhesen nézni a legrosszabb ezeket a főzős videókat, mikor mutatja is az ember, hogy mi van, szoszis, szokeresz, fő az étel, kóstolási, stb. Akkor el is hiszem, hogy folyik az embernek a nyála. Sziasztok, karácsondi vagy. Nagyon csinos. Köszönöm szépen, a finom ételeidből biztosan jobban lesz. Remélem. Szia, nagyon jókat főzöl, szeretem nézni. Örülök neki, hogy itt vagy. A jó kajától remélem, hogy lenyugszik. Falk apukájával nem lett. Hát ez nem, hogy is te új vagy itt? Vagy nem, mert tudod, hogy volt baj. Szia, mennyire szép napot. És állandóan azokat dobja fel. Na, mikeket dob fel? Simonetta. Szia, hogy beszéltél, jobb lett a kedvem, és mindig szoktam nézni a live-ot. Szeretem, hogy főzöl. Köszönöm, örülök neki. Örülök, hogy itt vagy, Móni. Én is kismama vagyok, és mindig megéhezek, amikor látom a videóid. Naj, Magdi, sok kismama van, tudom amúgy, tetkódújak. Igen, hát tavalyi. Köszönöm, szia Melinda, most lett kész a kínai csirkés tésztám. A szép, tímeám. Jó itt vágyat hozzá. Szia, szia Amanda, én most egy csót is házi fehér kenyeret sütöttem. Egészségedre, Queen. Nagyon ügyes vagy. Hát a kajás videót, mikor kismama voltam, nemrég rosszul voltam a kajákért. Gondolom, Simonetta, mindig nézd egy gyönyörű nő vagy. Köszönöm szépen, Anasztáziám, puszillag, drágám. Szia, nem csúsztam le a live-ról. Nem, itt vagy, Kinga. nem, na most értem oda a... Na, igen, Stella, Beregfürdőn voltatok, de jó nektek. De sokat jártunk mi is oda Beregbe, meg Tiszaőrsre. Tiszaőrsi fürdőbe is szoktatok menni? A Tiszaőrsibe? Jobb vagy, mint Gáspár Beja. Oh! Jaj! Mi volt a baj? Hogy érted, Gréti, hogy mi volt a baj? Mikor lesz live? Egyből jövök. Legközelebb jövök egyből. Szerintem holnap is lesz. Megfogadtam minden receptet, kipróbálom, feltettél, te vagy a Jaj, Magdikám, örülök neki. Na, köszönöm szépen. Megcsinálod. Ismerősök vagyunk, Magdi? A Facebookon? Ismerősek vagyunk? Nyugodtan küldd el, amiket megcsinálsz. Küldd el nekem. Messengeren. Tisza Kécskén jó a strand. Tisza Kécskén. Merre is van az Tisza Kécske? Kecskemét fele van? Ott is voltunk. Voltatok akkor ott is, az Tisza őrsibe. Mindig nézd el, nagyon szép. Aj, köszönöm szépen, drágám. Igen, ismerősök vagyunk. Na, Magdi, küldd már el nekem a főzőről olyanokat, amiket én főztem. A TikTokon, amiket kipróbálsz, a TikTokokon. A TikTok videókkal kajárom, ha csinálsz recept. Igen, csinálok, közben veszem fel majd. Már ahogy készítettem fel, azokat már felvettem. Remélem, hogy azon a kis telefonon majd fel tudom tenni. Rátelepítettem a TikTokot, meg mindent feltettem, ami kell hozzá. Igen, szar, mert fedett a strand kis hólyom. Azt hiszem, egyszer ott is voltam már. Még anno, 20 éve. De hogy ilyen jó a kedved. Hát most mit csináljak, Pircsi? Na most nem tudom, mit csináljak? Na jó, mi jó? Amikor főzöm a jó pacal pörköltött csülökkel, nem majd ríjok, mi? Ríva főzek! Amúgy a hagymától már így is rítam. Engem anyukám nem tanított meg főzni, majd te most. Így van, Toretto, nézed? Te milyen kedves vagy, olyan jó ezt hallani. Jaj, Simikén, puszillag. Neves nagyokat, az kell, közben, tudod, de derűsen, arca csupa derű. Amikor főzünk, az arcunk csupa derű, nem? Úgy kell főzni. Jaj, mennyi krumplit megpucoltam. Ez még hónapra is kaja lesz. Hónap nem főzök. Mi külön díjasok lettünk a főzőversenyen. A Nóriék lettek az első helyezett Nóriék. De képzeljétek el,
A díjakat is odaadták az anyósnak, az első helyezett is, aztán második helyezett is. Úgyhogy nagyon-nagyon kedvesek voltak. Nem is gondoltam volna, de tényleg olyan jó esett, hogy odaadták a... Tudjátok, hát a helyezetet átadták, az első helyezetet is, és a második helyezetet is. Engedi már a pacal a vizet. Várjatok. Nagyon jókat van. Igen, van kutyánk. Hátul van a Liza. Hát nem hátul, hanem itt oldalt a ház sarkánál van a Lizunk. Hát meg van kötve, mert este el szokott szökni. Úgyhogy meg van kötve. A Lizu. A Lizuka. Na, itt vagyok. Öröm nézni, ahogy eszitek az ételeket. Nagyon jókat főzöl. Köszönjük szépen. Hány gyereked van? 2. Mit főzöl? Pacal. Pacalpörköltet csinálok, gyerekek. Csülkös pacalt. Sziasztok! Milyen idősek a gyerekeid? A Melinda 21 éves, a Romeo 19. Én pedig 42 éves vagyok. Már 43 leszek decemberben. Hadd följön csak a jó pacala! Sziasztok! Hosszú láncom van! Hogy ne lehetne már megkötni a nagy vadállat kutyát? Majd itt kiszalad, de azt majd leszed mindenki. Nem kis kutya. Van rajta egy 6 vagy 8 méter lánc. Meg eszik annyit, mint egy állat. Szia, Tina! Puszillak, Tinus! Itt vagy, drágám! Jaj, de jó, hogy itt vagy, Tinusom! Szia! Jaj, drágám! Köszi a rózsákat, Tinus! Köszönöm! Tiltja a törvény! Tényleg! Szia, szépségem! Szia, babám! Szia, édesem! De jó, hogy itt vagy! Jaj, köszönöm, babácskám! Köszönöm a sok-sok rózsát! Hogy hányas fonás? Ezt nem értem. Csak be van fonva. Simán. Hogy vagy? Köszönöm jól. Köszönöm szépen, nagyon-nagyon jól vagyok. Azóta is nagyon jól, amióta beszéltünk. Minden oké, minden rendben van. Minden rendben van, Tinus. Hála jó Istennek. Nálatok is minden oké. Mit főztél? Mazsi vagyok, emlékszel? Hú, várjál, igen, dereng. Igen. Olyan aranyos, hogy mindig jó, milyen jó. Ja, örülök, hogy te is ilyen pozitív lélek vagy. Puszilag, Gabriel. Jaj, ennek annyira örülök. Igen, nagyon. Jaj, de jó. Igen, Tina, én is örülök. Na, hála jó Istennek, akkor minden rendben van. Itt is, ott is, és remélem mindenhol, mindenkinél. Mindig elfelejtem levenni a hangerőt. Szóval te dolgozol valamire, a szabad kérdezni. Nem, most nem dolgozok sehol. Körmözgetni szoktam itthon. Semmi baj, meg lehet kérdezni. Hát most nem. Úgyhogy alakul a pacal. A krumplit azt már megpucoltam, szerintem annyi burgonya elég. Szerintem annyi, igen. Jó, is egy kis szabadság. Hát, na most igen. Ezt kidobom innen, szerintem már annyi burgonya tényleg elég lesz. Várjatok. De mit mutassak meg?
most milyen a köröm? Semmilyen, sima körömlak van rajta, egy picit most erősíteni akarnám egy picit a körmömet, mert már nem is tudom, hogy mikor vettem le utoljára. Nem is tudom, évek óta műkörmöm van, most meg olyan fura amúgy, hogy nincs fent semmi, vagy amúgy mindent elejtek, semmit nem tudok kibontani. Minden hülyén áll a kezembe. Úgyhogy majd nem sokát csinálok amúgy, csak még nekem ahhoz össze kell szednem magam. Mindig azt hiszem, hogy jön valaki, vagy szólnak, de nem. Várjatok, összevágom a burgonyát. Nem fáj az ujjad. Dehogy nem! Így, hogy nincs rajta köröm, fáj az ujjam. De, így, hogy nincs rajta. Fáj. Fáj, Tina. Hogy fel kell tennem körmöt, és tényleg meg lehet szokni. Nekem is mindig. Neked is le van szedve, Tinus? Most nincs körmöd? Vagy mi? Nekem azért fáj, mert nincsen rajta köröm. Nincs most rajta, ez körömlak. Jaj, nem mutatom a kést, várjatok, na. Így. Nem mutatom. Oké, okay. Ó, de csak belelóg a kés. Gyorsan összevágom már, azt felteszem főni a krumplit. De van csak valamikor levetetem. Azaz, azért mondom, igen. Amikor leveteted, akkor nekem is fáj, mondom, most nagyon. Fájnak az ujjaim, meg mondom, mindent elejtek, mindenki esik a kezemből, tiszta satú vagyok, hogy nincsen. Akkor így van, akkor nekem is fáj mindig, azért 8 éve van már. Hát igen, már 8 éve körmöd van, azért mondom, már nekem is kb. Azóta. Ja, körülbelül nekem is úgy azóta, évek óta, nagyon régóta műkörmöm van. Hát Egerbe voltam. 5 év. Több mint 8. Igen, így. Nekem is így. Sziasztok! Mi a helyzet? Estére, ha a család morog, mivel éhes gyomra korog, várja őket a kújás után ágyba bújás. Pontosan. Mi jó rémelt. Ezért nincs pillám, mert megszoktad. Pilla, várjál. Ezért nincs pillám, mert megszokom. Igen. Én se szeretem a szempillát. Nem kell. Letöri amúgy az enyémet. Aztán olyan csuda vagyok nélküle. Szempillát megszoktam én is. Aztán olyan voltam, mint egy leveli béka. Tudod, még ráadásul kék is a szemem, szempillám nem volt, hallod? Tényleg olyan az a csupasz fel. Halljátok, amúgy meg kék szemem még jobban nem áll. Most gondold, de semennyi pillám nem volt. Szóval azok a leveli békák, tudod? Igen, meg le is töri, úgyhogy nagyon komoly, nem kell szempilla nekem sem. Most növesztem a szempillámat. Letöri, most növesztem a szempillámat, úgy, ahogy, hát meg neked nagy szempillád van, Tina. Neked nagyon nagy szempillád van. Ha kifested szempillaspirállal, olyan szempillád van, mintha 3D lenne. Csak szemgolyó, hát, hát nagyon durván nézek ki. Azért mondom, hogy nekem kell, hogy legyen szempül a spirál. Igen, azt hiszik mű, igen. Nagyon nagy, durván nagy, hosszú, sűrű, nagy, erős. Úgyhogy most én is próbálom visszanöveszteni. Jaj, köszönöm, Timim. Az nekem is csak az. Igen, szempül a spirál, elég az. Nem kell műszempilla, eltöri, letöri, meg is szokja az ember, aztán tényleg így meg valamennyire nő vissza. Köszönöm, anya! Köszönöm szépen a kívánságpalackot, jó, kovára kívánok szép, nagy, hosszú, dús, fekete szempillákat. Köszönöm szépen, palac szeretnék, mint a Tinái. Remélem, hogy teljesül. Köszönöm. Köszi, anya, a hangszólyod. Köszönöm a rózsát, használd azt a szempilla spirált, ami... Neked milyen van, várjál már? Az a sárga? Jaj, köszönöm a TikTokot is, anya, köszönöm meg az augusztust is, és a GG-t is. GG, köszönöm szépen. Mini hangszórót is küldt is, újzót is, nagy de kedves vagy, köszönöm. Sziasztok, sziasztok, szia mindenkinek.
Köszönöm, anya! Megmutatom a szempilla spirált. Az a sárga. Aha, olyat én is használtam, azt a sárga tubusosat, mert tudom, láttam, amikor mutattad. Olyan sárgát én is használtam, a Miss Sporty sárgát. Majd veszek olyat is, csak most ezt a Maybelline-eset megvettem, és most ez nekem nagyon bejön. Szia, szia Carmen Ricci, szia mindenkinek, sziasztok, hogy vagytok, mi újság? Na, most ezt használom. Azaz, igen, a Miss Sporty, tudom, nagyon jó. Igen. Ó, de jó illata vannak az öblítőnök a kánc, ha bejövök ide a fürdőbe, olyan jó érzés érezni. Sziasztok! Igen, ismerem Göndörit, igen. Na, most ezt valahogy szereti a szempillám, bejön neki. Szereti. Uh-huh. Meg van amúgy, meg olyan szempillaspirál, ami az én gyenge szempilláimat letöri. Vannak azok a formulájú szempillaspirálok, hogy valahogy letöri a szempillám. Minden nap szempillaspirálozom, ne legyek béka. És azt veszem észre, hogy rövidít. Úgyhogy azokat a szempillaspirálokat hanyagoltam, most kipróbálom ezt. De szerintem ez nagyon szépeket csinál. Milyen öblítőt használsz? Mindjárt megmutatom amúgy meg az aranyszínű Lenort. Azt az arany Lenort. Mindjárt megmutatom. Váratok. Hát Melinda, Rómeó, a lányom és a fiam. Sziasztok! Hát oda van írva a fiamnak a neve, meg a lányomnak a neve. Várjatok, bemutatom. Ezt a Lenort használom. Tudjátok, ezt a Gold Orchidát. Arany Orchida lehet az a neve. Meg most erre rábukkantam, mondom, veszek már ebből egy picit. Hát ebből veszek nagyot. Ez a bónusz. 3-1. Ez a fajta, Gold Orchidea, azaz, én kéket használom. Kéket használtam régen mindig, de már most átálltam erre az arany színűre, nekem nagyon-nagyon-nagyon bejön. Mindig minden mosáshoz teszek egy kis venist, de ez gyerekek, ez nagyon jó, ez is. Ezzel együtt használom most ezt az arany színű öblítőt. Ó, hát olyan illata van, hogy az nagyon. Ó, nagyon jó. Nem tudom elmondani. Éjjaj, nagyon finom. Igen. Várjatok, már kijövök ide. Szétdobom. Na, fiúnokám, hatalmas szempillái vannak. A nők irigykednek rá, szőke, barna szemek, fekete pillák, azt a minden, így milyen kis vagány lehet. Hé. Amúgy a kicsiknek mostanában olyan nagy szempillájuk van. A Helenának is olyan nagy szempillája van. Búza szőke haj, búza szőke szem, a szempillája meg ilyen. Sziasztok! Én a Lenor mosószer, abból is a Gold Orchidea. Igen, meg az öblítő is. Igen. Nagyon-nagyon szeretem. Én is komázom. Olyan másnaposak vagyunk, gyerekek. Amúgy látszik, nem? Látszik, tudom. Másnaposság, gyengeség, most kezdünk helyre jönni. Köszönöm, Margarétám, neked is a rózsát. Köszönöm, drágám. Unokád milyen? 2 éves, 8 hónapos. Szeptemberben lesz 3 éves. Van ott valami? Nem. Nem látszik. Mi? Mi nem látszik? Nincs szempillám, mi? Sziasztok! Köszönöm szépen, anya! Köszi a mini hangszórót! Köszönöm neked is, Margarétám, a rózsákat! De mire gondoltatok egyre? Sziasztok! Köszönöm, Margarétám! Nagyon kedves vagy! Köszönöm, Diana! Várjatok, engedtek rá vizet! Köszönöm! Hát ittunk! Vasárnap! Keményen! Imádlak, ki kisom, 3 hetes lesz. 3 hetes lesz a kisfiad. Jaj, puszilök titeket, drágám. Párod nem kóst, de majd kóstol. Remélem, hogy lesz kedve videót csinálni, nem lesz túl fáradt. Remélem. Aztán majd kóstolgat itt majd megint nektek, jó?
Lesz pacal bőven. Jó, nagyon az a hajfesték, amit használok. Nagyon-nagyon jó. Nagyon szeretem. Elfegy az őszhajszálakat. Fényes hajat csinál. Mert itt két oldalt, itt, de csak így, itt a halántékomnál szokott lenni ilyen őszes hajszál. Olyan szépen elfedi, hogy hú, és tartós. Jó tettétek, egészségetekre. Köszönjük szépen. Akkor én is próbáld ki nyugodtan, mondom, hogy nyugodtan próbáld ki, mert nagyon jó. Azért is mutattam meg nektek, én már nagyon sok hajfestéket kipróbáltam, rengeteget, de ennek az állaga, az a krémes is, már nagyon-nagyon jó. Meg ahogy a hajadon szívja, beszívja, eloszlatod, nagyon jó befogja, tényleg. Nagyon jó. Csak ajánlani tudom. Jófajta hajfesték, nagyon. Majdnem 3000 forint egy dobozzal, de megéri, azért, mert a hajadat nem teszi amúgy meg tönkre, meg annyira nem is roncsol. Ápolja, inkább ápoló van benne. Hát most jó van, minden hajfesték roncsol, persze, valamilyen szinten, csak nem mindegy, hogy mennyire. Értitek? Mert azért, amiben jó összetevők vannak, meg tényleg olyan dolgok vannak benne, ami ápolja a hajat, meg olajos, meg ilyenek, mert amúgy meg a szájosz, az volt, a szájosznak az olajos hajfestékét használtam én előtte. Az is nagyon jó volt, csak ezt kipróbáltam, rábukkantam, ez a L'Oréal Preference. Én most még nézlek, befestem feketére, lebeszéltek róla! De jaj, hogy a befessed a brazil barnára, miért? De ne beszéljenek le róla. De ne, fess be. Jó lesz a hajadnak, nem kell mindig feketére festeni. Látod, nekem is azt hiszik, hogy fekete. A feketében meg van valami, olyan anyag van benne, ami csak a fekete hajfestékben van, és az roncsolja a hajat, nagyon. De tényleg. És azért váltottam át mai barnára. Jó mondom, akkor nem lesz fekete hajfesték a fejemen. Mert a feketében van valami olyan vegyszer, ami nem tesz jót. Hosszú távon. Hol bulisztatok? Mi vasárnap bulisztunk. Mi vasárnap ittunk. Kint a főzőversenyen, itt Halmajugrán. És jó volt. Köszönöm szépen, Muser. Á, imádom, én is nagyon szeretem a pacalt. Jó, csülkös pacalt, hiába szeretjük nagyon, na. Tényleg az van benne, hangyasav, nem a... Én nem így olvastam róla, de hangyasav. Lehet az... Azt nem tudom, de valami olyan van benne, ami nem jó. Hosszú távon. Várjatok. Jó, ropogós kenyérrel. Vettem hozzá most korpás kiflit. Melinda, válaszol az enyémmel is, léci. Na, válaszolok. De hol vagy? Nem látom, tényleg. Eskü. Nagyon szép, vicces nő vagy. Köszönöm szépen, Muser. Fiad, az kiöl, él. A barátnőjével. Igen, a fodrász mondta, allergiás lettem tőle. Na, akkor annyi. Azért mondom, hogy allergiát is okoz, meg hosszú távon nem jó. Pacalt csinálok, csülkös pacalt. Úgyhogy már a krumplira engedtem vizet, csak még nem tettem fel a gázra. Hát akkor fel kéne. Szerintem neked már volt para, normális élményed. Nem tudom, lehet. Most nem fogom rá, nem mondom, hogy az volt, az se, hogy nem. Hát, lehet amúgy. Hát lehet. Hogy most az annak számít, azt nem tudom. Tudjátok, van olyan, amikor alszol, de közben fent vagy, nem bírsz megmozdulni, meg olyan, mintha tényleg lenne ott valaki, és fogna le. Érted? Igen, a feketétől, tudti, hogy a feketétől hullik a haja, tudti, hogy attól hullik. Ó, Muser, hogy kellene fogyni? Én is úgy fogytam, hogy nem ettem.
Most mozogtam, ugráltam, tornázgattam, kicsiket eszek, többször eszek egy nap, enni kell többször, de keveset. Érted? Ne lakjál jól, ne edd túl magad, és akkor úgy lejjebb megy. Meg ne egyél nagyon zsírosat, szalonnát, tepertőt, hájas dolgokat kerüljed, a cukrosat is kerüljed, hát meg a tésztákat, meg a kenyeret, és amit meg megeszel, abból meg keveset, de többször. Hát azt írja ki, hogy muser. A nem a nevedet írja ki, hanem, hogy muser. A szép vagy, Melinda. Köszönöm szépen, tímeján, puszilag, drágám. Sziasztok, szia, Kleopátra. Szia. Hát nekem az előbb elfordult az órám. Tényleg kincső? Na mondom, amúgy hiszek benne, lehet, hogy van ilyen. De valamennyire hiszek benne, nekem az előbb elfordult az órám. Azt mondom, az komoly. Az komoly. Hát valamilyen szinten hiszek ebbe a dologba. De na. Érted? Visszafestettem a hajam. Na miért? Na, nincs türelmetek. Mert nincs türelmetek. Mondom én. Hogy nincs türelem. Nem kell már a fekete. Ha megkérdezhetem ettől a párostól, kitől vannak a gyerekei? Ettől a párostól vannak a gyerekeid? Ja, hogy ettől a páromtól. Jaj, csak a telefon javít. Őtől. Nem. Istenben kell hinni és bízni. Így van, bízni kell. Az a legfontosabb. Igen, már értem, levágtam, csak ezer fele van az a másnapos agyam. Nagyon megijedtél? Nem, nem a mostani páromtól. Bele voltam betegedve. Milyen fejem volt, Katicsa? Képre a profilra. Várjál. Óhó. Bele volt. Igen, értem. Ilyen lett. Jaj, igen, igen, értem már. Én körülbelül 5 kilót. Tehát az meg is látszik rajtam, mert alacsony vagyok. Azt tudni kell, gyerekek, hogy törpe vagyok. Alacsony vagyok. 158 centimmel hasítok, mint a szélvész. Hú, mint a vihar. Komoly. Én, ha hízok, az is rögtön meglátszik, ha egy kicsit fogyok. Az is rögtön meglátszik. 6 volt szokítva, aztán visszafeketé. 6-szor volt szőkítve, 6-szor. Tű. Csuda, hogy maradt hajad, amúgy. Csak mondom. Mondom, az vagyok, pici. Na, no, itt van Marcsa 154 centiével, gyerekek. Van tőlem kisebb is. Végre valahára már valaki lement a 158 alá. Gratulálok, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Én 156, neked is siposné. Hát végre, gyertek, gyertek, csikéim. Így már jobban is érzem magam. Igen. Tényleg, Timi, 150 vagy kereked. Fruhina, én 159, akkor te körülbelül velem vagy egy magasságban. 150 vagy Roberta, azt a... Hát már tényleg, de nagyon picike vagy akkor. Milyen gyaloglás nem jó, mert csak bedurran nagyobbra. Hát, vagy pedig így lábújhegyen, így csak így emelgeted magad. Csak a bokádat így. Az való, azt mondják legjobban vádira, amikor pipiskedsz így fel-le. 65 kiló vagyok, babát várok. Igenis, 65 kiló vagy még hozzá, babát vársz. Jaj, de jó, mennyi idős vagy? Én 23 évesen 150 vagyok. Már te nem fogsz nőni. Nem már anyukád 148 centi. Tényleg? Anyukád 148 centi. Milyen kis picike lehet.
én 168 vagyok, de én mindig szerettem volna alacsonyan. Nem, a 168 az nagyon csini csajoknak a legjobb. No, nem vagy se túl magas, se pici, éppenséggel 170 se vagy, de 158-tól több vagy, 160. Nagyon jó, az szerintem a legcsinibb. Gratulálunk a babához. Írja Fuzsina. Igen, van gyerekem. Nagyon kis takarós. Hát el tudom képzelni amúgy tényleg. 162, hát az se olyan magas még a 162. Én 183 centi vagy 16 évesen, és te még nőni fogsz amúgy, mert 16 éves vagy még csak. De most visszamegyek Ciprusra, és megint leadok egy hét alatt 5 kiló, tuti, 165 kiló, vagy meg vagy 165, visszafele olvasok, gyors vagyok, várjál, 165 centi, vagy 75 kiló, csinos lehet számúd, az jó. Clarissa, 165, az is nagyon jó. Mondom, visszafele olvasok, olyan szép a szem. Nem, nincs kitett. Tetoválva, hanem ceruzával van megcsinálva, meg henna festékkel van kifestve. Úgyhogy igen. Na! 17 éves korom óta, most 20 vagyok, 164. Akkor te már nem nősz, szerintem. Az jó. Az nagyon jó. 155 volt drág, úgy igen, hát én kb. 60 kiló lehetek. 158 centi vagyok. Sziasztok! Én 29 éves vagyok, 178 centi, 120 kiló. Igen? Nem baj, ne foglalkozz már vele, Szandra, de ha jól érzed úgy magad, akkor mi a baj? Sziasztok! Mit főzöl? Ne sírjál! Eszünk nem soká pacal pörköltött krumplival. És... Szia, mit csinálsz, hány éves vagy? Na, szia, Usher, 42 éves vagyok, decemberben leszek 43, és tyúkos pacalt csinálok, főtt burgonyával. Nagyon jó lelkűnő vagy, köszönöm szépen, Anasztáziám. Én 158. Hordtam magas sarkút, addig, míg nem ment ki a vádlim, kiment a bokám, vádlim, mindenem, inszalag szakadásom lett, és most már azóta nem hordok, csak teli talpúba, de az se nagyon magasat. Te vagy már drága, Meli, milyen cuki vagy. Puszilag, Timi. Imádom a videóját. Jó, de jó, örülök neki, hogy itt vagy, nem is látszik. Jaj, köszönöm, Timi. Köszönöm neked is, Andrán, nagyon-nagyon kedvesek vagytok. Igen, Viktor, nekem 5-én, december 5. Engem Mikulás hozott. Mondjuk ráfogtam az óra. Mondjuk ráfogtam az óra, elfordult arra, hogy én voltam. Na most mi van? Most akkor csak direkt mondtad? Nem is fordult el az óra, jaj. Nem írtál, hogy live volt. Ja, igen, nem írta ki a TikTok, az be kell állítani. Pajzsmirigy betegségem van. Tényleg, Tímaja, nehezen tudok fogyni. 172 vagyok, és 80 kiló. Az nem baj, az jó még, az szerintem pedig belefér. 172 centi, tehát az 80 kiló, az szerintem csinos. Nagyon szép gyerekei lehet. Köszönöm szépen, Anasztáziám. Most csinálom jutúrós trapacska. Ah, nagyon finom, egészségetekre. A fiam 10 éve, 150 centi és 38-as a lába. Ó, nagyon nagy lesz ő. Te is decemberi vagy, Georgina, és 5-e? Na, egyszerre lesz a szülinapunk. Barátságos, kedves, gyönyörű és jó lelkű asszony vagy. Szeretem a videódat, mert őszinte. Nagyon szépen köszönöm, Anna Máriám. Köszönöm Facebook visszaigazolást. Szívesen, Sanci. Esküszöm, te vagy a legked... Tényleg én vagyok? Komolyan? Hát örülök neki, hogy ezeket írjátok amúgy. Tényleg, nem is gondoltam volna. Örülök neki. Hát előveszem a kis ügyes telefonomat. 165 centi vagyok. Hány évesen? 18 évesen. Az nagyon jó. Gratulálok hozzá. Én 158 csak. Szióka mindenkinek. Szia! Hogy az él...
Érezted mi, hogy fel kell jönni? Sziasztok! Én úgy szeretlek, mennyire kedvencem vagy. Örülök neki, tímeám, hogy itt vagy. Hú, de hideg most a klíma. Jó, kis sugárzásod van. Köszönöm, Enikőm, puszilla. Csoda, szép napot, Katkám, nektek is, mindenkinek. Ezt most fel kell vennem videóra. Gyorsan. Ezt? Hogy már benne van a pacal. Ja, megmutatom mindjárt nektek a pacalt. Oké, rákerült a csülökre a pacal, és most fedő alatt főzzük. Teszek még bele babérlevelet, és fokhagymát is. Na, remélem, hogy fel tudom tenni, mert még ezen a telefonon nem próbáltam. Volna sok pénzem, mennénk zsírleszívásra. Ó! 178 centi vagy 17 éves lány létemre világ életemben utáltam. Miért? A topmodelleknek, hogy veszik fel a topmodelleket? 178 centitől? Vagy valahogy így? Bizony, még az is ahhoz van kötve, gyerekek. Úgyhogy jaja. Na, vissza. A födő. Jaj, nem mutattam meg, de okos, okos vagyok, nem? Most mennem kell. Szia, Viktóriám, csoda szép napot neked is. Puszilag, drágám, örülök, hogy itt voltál, nem? Előfordul, csak előtt ott voltam, utána lefeküdtem, és telóztam, aztán már az óra Ja! Nem tudom, hogy akkor úgy, hogy mi történt úgy. Na. Vártok, már a kamera lehet, hogy... Aha, igen. Na. Akkor most már így fő a pacal. Pacalpörkölt, csülkös pacal. 173 centi vagyok, 29 évesen, 90 kiló. Ah, és 3 éve szültél. Ah, ne foglalkozz vele, az jó, majd lemegy. Nem is szabad gyorsan fogyni szülés után, mert akkor lesz csíkos a hasitasi. Bizony, meg nem megy le a hasitasi. Úgyhogy jobb is úgy, hogy csak lassacskán. Lassan, de biztosan. Jaj, köszönöm szépen, Marvels Family. Puszilla, köszönöm szépen a sok-sok-sok-sok-sok rózsát. Köszönöm. Sziasztok, én imádom. Enélkül jobb nincs. Enélkül jobb nincs. Sziasztok. Nekem amúgy is csíkos, mert nagyon hamar nőtt a baba. Nekem is hamar nőtt a Rómeó. Köszönöm, Marvels Family. Puszilla. Tegyél bele. Teszek, mindjárt rakom. Igen, ó, de jó lesz. Teszek bele, drágám, Editkém. Jajaj, már éhes vagyok. Itt vagyok, hívott a Falkó. Hívott a Falkó, itt vagyok, gyertek vissza, nem megyetek sehová. Na, érted? Itt vagyok. Hívott a Falkó, hogy jön haza, nem sokkal jó fél óra múlva. Na, ennél jobb nincs. Ja, átírta a telón, én sem tudom, mi történt. Hát, érdekes amúgy. Én nem szeretem a pacat, nektek egészségetekre. Váljon, jó étvágyat hozzá. Köszönjük szépen, Máriám, puszillag. Olyan nyugodt ember vagy. Köszönöm szépen, Muser. Hát most mit, jobb, ha idegeskedünk? Nem. Szerintem nem jobb. Hát most olyan 60. Hát tettem bele babérlevelet. Itt vagyok, várjatok, mert olyan kicsi vagyok, hogy ott a fűszer, még a fűszer se érem el. Ez már leesette. Na. Még egy kis borst teszek bele. Pacalba kell bors. Maradjunk annyiba. Benne van a babérlevél. És most még megy rá fokhagyma. Teszek rá fokhagymát. Imádom benne a fokhagymát. Nekem is csajsz, szeretem. Ija, igaz, milyen kényelmes. Én is nagyon szeretem ezt a szoknyát. Olyan kényelmes.
mi meg pacalbetegek vagyunk. Az mit jelent, hogy imádjátok a pacalt, annyira imádjátok a pacalt, hogy mindig azt tennétek? Vagy nem szeretitek, azért vagytok betegek? Nem tudom már így. 4 gyermeket szültem, 175 centi, és 85 kiló. Nagyon jó vagy, 30 évesen. Ó, nagyon jó. Ó, ez a fokhagyma, elég ízi, ritka. Én még nem ettem pacalt. Tényleg? Nem ettél még soha, Queen babám? Hát egyél már egy kis pacalt. Látod, most majd felteszem a TikTokra. Na, és akkor majd csináljál már egy kis csülkös pacalt. 1 kiló pacal elég, meg 1,5 kiló csülök. No. Veszel hozzám 1 kiló krumplit, elindám erősed kerelj bele. Van benne? Tettem már bele bogyisz paprikát, erőset már belevágtam. Erősen van, ez csípősen van felkészítve, de mondom, fent lesz a TikTokon, hogy ne, kell bele erőset belekerelni. Szia Meli, sziasztok, szia mindenkinek. Hát a pacal, ha nem csípős, nem is jó. Hát ha nem csípős, nem kóser. Imádom pacalt, főleg a finom. Jó, én is nagyon imádom. Azhoz ugye nekem nem jó, és ezért még nem ettem így étterembe szem majd. Na jó van, akkor az éttermi meg nem olyan, amit te főzöl. Na jó van. Akkor majd nagyon jó helyre menjél, nagyon jó étterembe. Hogy ne legyen vizes a pacal. Ne vizes legyen, hanem szaftos, finom. Olyan legyen, hogy magát etesse. Benne legyen az a nagyon finom, finom zamatos íz, tudod? Ettem én már étterem olyan rossz pacalt, hogy ott is hagytam. Felálltam, azt állj, ez búgy, ez edd meg te. Hát hogy lehet úgy csinálni pacalt, hogy folyik rajta a víz? Folyik rajta a víz, mint a csap víz. Szia, szép napot, sziasztok mindenkinek. Ezt megint felveszem. Hogy mit tett nekem, az uram szokta bográt. Ó, hát én is bográcsba akartam ma csinálni. Én is úgy akartam bográcsba. Úgy a legjobb amúgy. Én is vizest főznek. Hát, azért mondom, hogy vizes lesz. Na, tettem bele babérlevelet, tettem bele fokhagymát. Megfordítom a kamerát, mindjárt csajok. Ó, ez meg fénykép volt, akkor ezt kitörlöm. Nem nagyon értek ehhez a kis telefonkához. Na majd most van már benne fokhagyma, ott látszik is, és babérlevél. Fedő alatt főzöm puhára. És a végén teszek bele nagyon sok majorannát. A végén. De csak a végén. Jó majorannásan. Ez az egyszerűbb változatát mutatom most meg nektek. Sokféleképpen el lehet amúgy készíteni a pacal pörköltet. Nagyon sokféleképpen el lehet készíteni. Van, aki még füstölt húst is tesz bele, meg szalonnától kezdve mindent. Ez most csak a sima alap bő hagymás pacal pörkölt. Nem vagyok szabolcsi. Ó, nagyon jó íze van. Már most meg tudnám menni. Még egy kicsit csípősebb lehetne. Még egy kicsit lesz csípős. Bele. Aztán összepakolok. Itt a háttérben van nekem a krumpli héj. Meg minden. Azt megfogom, aztán mehet. Ezt mindjárt megmosom. Várjatok! Teszek bele még egy kis erős paprikát, ilyen hegyes erős paprikát. Muszáj vagyok. Muszáj. Szia Melindám! Pacald! Nem is erős! Ha majd meglátjuk! Ha majd meglátjuk a vége fele! Egyforma konyha bútorunk van. Tényleg?
Na, így összepakoltam. Köszönöm szépen, Irénkém. Puszillak. Köszönöm. Hadd följön. Ja, ott igen. Ott vannak a spottyok benne. Ott, jaj, spotty. Spotty lámpa. Még spotty. Náratok. Hát ezt a kis színes paprikát én nem dobom ki. De szeretünk Csajci. Puszillag, drágám, örülök, hogy itt vagy. Ezeket mondom, felteszem a YouTube-ra. Amúgy követtek a YouTube-on? Tényleg, követtek a YouTube-on? Mert minden ilyen live-ot felteszek oda amúgy, csak nem tudjátok. Ott is vissza lehet nézni. Mert legalább a TikTok videót ott vissza lehet nézni. Mert oda felszoktam tenni. Én imádom a pacal, de nem felvágottat, hanem a frisset, amit otthon kell kiabál. Jaj, értem, aha. Hát az az igazi amúgy. Nem nagyon szoktak élőket nézni, de téged mindig nézlek, annyira édes. Jaj, köszönöm szépen, Petrám. Örülök neki, hogy itt vagy. Még szép, hogy... Na, örülök neki, Katinkám. Nem! Már van, aki meg azt írja, hogy no. Oh, no. L.M. Melinda. Így vagyok fent a YouTube-on. Nagy L, nagy M, Melinda. Ízni. Hú, várjál, Juliet. De... Leírom. Nagy L, nagy M, op, 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 op. Így, nincs. És odaírom, hogy jó, YouTube. Így. Csülkös pacit. Csülkös pacalt. Pedig úgy szeretlek, hát ennyi, mégse követel. Bocsáss meg, ha kicsit hibásan írok, szlovák nyelven van a mobilom. Semmi baj, Szandrám, nyugodtan írjál. Majd mi erre rakjuk a dolgokat. Te inspirálsz, kedvencem vagy. Jaj, Katinkám, dörülök neki, édesem. Úgy figyel, hogy a placsintát majdnem oda égettem. Vigyázzál, Pajcsira. Jaj, de szeretem a palacsintát. Imádom, meg a fánkot. Meg a piskót a tekercset, a lekvárosat. Meg az islert, a lekvárosat. Én követlek, de nem kaptam most sem értesítést, pedig imádlak nézni. De hol a YouTube-on? A YouTube-on követel, Kovács Mónika? Facén, hogy vagy fent? Lóli, Melinda. Te vesz baktáló? Finom akar, főzöl. Köszönöm szépen. Szia, sziasztok. Szia, szia, Terike. Na, megnézzük már, hogy lett erre a paprikának benne. Hogy főjön, csak jó finoman. Ó, nagyon-nagyon nutellás is, lekváros is. Imádom. Nagyon szeretem a palacsintát. YouTube-on is, és TikTokon is. Na, örülök neki. Nekem most ez nagyon megfelel, ez nekem nagyon-nagyon tetszik, nagyon illik ide. Szép is, nagy is, kényelmes is. Minden is belefér. Úgy azért mondom, a másik fajták azok. Megy a pára elszívóhoz, mutatom a pára elszívót. Megy a sarokülő garnitúrához. Már mondta a Falkó, cseréljük le, én meg azt mondtam, hogy no-no, oh-oh, ácsi-bácsi, nem. Úgyhogy no, Lóli, Melinda, úgy vagyok fent, azóta kívántam a töltött káposztát, amióta csinálta, írni is akartam, most segítsél benne, ma főztem. Jaj, Renáta, megészségetekre, jaj, de örülök neki. Na, ugyanaz, mint az enyém, ugyanaz, ugyanolyan. Azért mondom, hogy szeretem is.
Mondta Falkó, cseréljük le, csili-vili fényesre, fényes felületű nem kell, nem szeretném. Mindjárt így megeszem. Remélem most már minél előbb meg fog puhulni. Persze, semmi baja nincs. Semmi baja nincs, kondenszál se. Semmi baja nincs. Ezzel. Én is töröm a fejem, a fekete-fehér konyha bútorom, mert az egész ház már fekete-fehér nekem. Aha, értem. A sakk minta mi? Úgy van. A járólap is. Igen, nagyon-nagyon fain állapotban van. Nagyon jó néz ki. Még mindig, úgyhogy nem cserélem le. Na, várjatok, gyerekek, majd egy kávét csinálok. Hoppá, begyúlott, jó? Egy kávét csinálok, de nincs szívem lecserélni. Ne cseréld le, nekem sincs szívem, ne cseréld le. Még meddig kell fogni. Na jó, akkor még fogom. Nagyon szép konyhát. Köszönöm szépen. Köszönöm. Na végre. Felteszem a krumplit. Most már az is hagy följön ki. A burgonya. Jó kis sós vízbe. Jó kis sós vízbe, burgonya. Értitek. A pacal. Csak nagy a gőz. Csak hát olyan nagy a gőz. Na, bekövettelek Facebookon, ott is. Na, azért mondom, kövessetek. És aki nem követ, az mindenhol kövessen akkor engem. A YouTube-on is. Gyerekek. Ott is találkozunk majd a YouTube-on. Ezeket is most is fel fogom oda tölteni. Nyomi, Simi. Nagyon szép az biztos szép. Köszönöm szépen, Natin Pamela. Puszilla. Sziasztok! Mindenkinek, aki még most csatlakozik. Kidobom a kruplét. Héjat. Amúgy már a krémától megint beteg vagyok. Attól már megint, gyerekek. Megvettem a sok majorannát. Amikor már majdnem kész lesz a pacal, akkor teszek rá sok majorannát. Követlek, de faci, nem talállak. Lóli, Melinda. Lóli. L-O-L-E. Iszok egy kávét, mert már ez a fáradt fejem, már ez a nagyon brutális. Már látom, hogy milyen. Na. Jóval, levettem a hangot. Köszönöm szépen. Szia! Sziasztok! Na, megnézem, most már tényleg hasonl ez az erős paprika benne. Na, már nem tudom, mit csinálok. Na. Na, most már érzem a csípős. Na, már kezdtem megijedni, hogy nem fogom érezni, vagy valami. De jó lesz az. A pacal pörkölt legjobb klednivel. Az meg mi? Nem tudom, tudod, de mi? Nem tudom, mi az a kledni. Ja, kledni. Azt nem tudom. Tészta? Tésztaféleség?
Ó, várjatok, már mert télen lefagy a tüdőm. Szó keresz. Hát már lefagyasztott a klíma, esküszöm, már azért beszélek így, már elment a hangom is. Régen mindig nyomattátok a koronitát. Már nem. Hát mostanában nem hallgatunk olyat, ha majd fogunk. Majd igen. Hát mostanában annyira nem. Knédli. Knédli. Hó. Nem tudom, hogy mi az. Azt én nem tudom. Igen, tésztaféle. Próbáld azzal. Na. Na majd akkor azzal majd megnézem már, milyen egyszerre van a knédlivel. Gondoltam, hogy valami tésztaféle lehet akkor. Tudod? Igen. Kenyér helyettesítő. Aha, mennyi helyiség. Na, ez ide. Ez oda. Ez ömide. Ez ömide. Csak elpakolok már. És már most már tényleg csinálok egy csinálsz majd táncos videót is, valami jó pergető zenére. Azt a cigány úr nem tudok amúgy táncolni, Szimi. Cigány úr nem tudok táncolni, a-an. Nézzétek már, milyen nagy pacal van benne. Nem, nincs is összevágva, figyeld. Ez aztán a pacalcsík. Többi fel van csíkozva. Na, vannak benne ilyen nagyok is. Vágod? Na, már az az enyém lesz. Oké, az az enyém lesz. Hát oké. Nálunk az a kedvenc székely káposztával, tejföllel, aha, tejföl is, meg ilyenek is kellenek bele, székely káposztához csináltok vedlit. Kvedlit. Na, ígyunk, ígyunk, igaz, 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 gyerünk, ígyunk, iszunk. Tényleg jó mondod, de már elfelejtem azt is amúgy. Ígyunk már, na, de tényleg amúgy. Úgy szeretem a szerelme sztorikat, mesél már el a... Jaj, ez mi szerelmi sztorink? Hát nem sokszor találkoztunk amúgy. Hamar ide jöttem. Komolyan, hamar ide jöttem. Megismerkedtünk a Facebookon, azt annyi. Aztán már jöttem. Igaz. Találkoztunk egy párszor, nem sokszor. Aztán azt mondta a Falkó, hogy lakva ismerjük ki egymást. Lakva. Vigyázz, mire? Mit látta? Én elhittem, hogy a busz megáll. Nem igaz! Viccet nem láttad, nem a busz megállóba szedett fel, direkt mondta. Látod, hogy elő tudta adni? Én azt hittem, nem hiszitek el. Mi is a párommal Facebookon ismerkedtünk, meg több mint 10 éve együtt vagyunk. Ó, de jó, csinám. Örülök neki. Még 100 évig, de jó, igaza volt. Igaza volt neki. Jó lakva, igen. Ez így igaz, az ember lakva ismeri meg egymást. Hát mondom, azt mondta. Ez az ő háza. Igen, az övé. Én mondtam, hogy kummadarasi vagyok. És csak 4 éve vagyunk együtt. Mindenki azt hiszi, hogy mi már együtt vagyunk 15 éve. Közben meg nem. 4 éve lesz októberben, hogy együtt vagyunk. És a Facebookon ismerkedtünk meg. És találkoztunk 2-3-szor. És ide jöttem. Nos, szoszi, Armando. Ha, ez így volt, tényleg? Mi is. Na, milyen igaza volt a bátyának. Na, most ennyi. A bátya, látod-e? De azóta együtt vagyunk. A zsírba is van benzin. Akkor mi mivel főzzek? Mi? Akkor már tényleg tyúkszarral fogok főzni. Abban fogom feltenni a kaját. Már nem érdekel,
A zsírba is van benzin. Akkor mi a szarral lehet? Tényleg, tyúk, kaki, jó? Mi is a Facebookon is ennek 6 éve van, és van egy kisfiunk. Az igen, Bernadett. Isten éltessen titeket sokáig. 100 évig. Mi My VIP-el ismertem, mert 13 éve vagyunk együtt. Van 2 gyerekünk, fiú, lány, most meg már a felesége. Az igen, Anasztáziám. Nektek is sok-sok boldogságot. 28 éve van együtt Mónika, jobban, rosszban, és imádjuk egymást. Így van, helyes. Nektek baba nem lesz. Hát már baba nem lesz, mert már nekünk vannak unokáink. Úgyhogy nem lesz baba. Meg amúgy is, hova szüljek? Nekem van 2 gyerekem, van 1 unokám, a Falkónak van 5 gyereke, 4 unokája lesz már lassan. Ő 52 éves lesz, én 43 leszek. Szóval, már nem kell. Hát, mert úgy is viselkedtek egymással. Az biztos, Klau, azért. A bátyja a legjobb asszony fogna meg. Köszönöm. Jaj, köszönöm a nyalókákat, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Balerdrics. Köszönöm, drágám. Bajjal. Hát az is kiderül, hogy a vajban is van benzin, meg gázolaj. 42 vagyok. Nagyon a videó így. Jaj, köszönöm szépen, Tündém. Hát fiatalok vagyunk, még azt nem mondom. Köszönöm a tükröt is. Most látom, hogy küldtél tükröt. Köszönöm. Egy padban ültünk az iskolába. Várjál már. Kovács Mónika. Az én agyam nagyon szita. Melyik iskolába, Mónika? Kovács Mónika. Egy padba ültünk. Nézd meg, van bent egy légy, de nem bírom meg. Lehet. Szerencsés, hogy ilyen asszonya van, mint te. Köszönöm, Szimikém, de jó, nem is mondtam, még simán letagad. Tényleg, Usher, tagadhatok le, köszönöm. Az az egy még elfér. Jaj, 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 jaj. Kemény amúgy. Megfogta az Isten lábán. Köszönöm, drágám, Franciska. Igen, 52 lesz októberben. 40-nél nem néz ki többnek, tudom. Fiatalos, nagyon olyan soknak tűnik. Soknak tűnik. Az évek. Szia, mink is a Facebookon 10 éve együtt. Szia, babám, bekapcsolod a szép. Pítő módot bekapcsolod. Hol kapcsoljam be? Én 34 néztelek. Várjál, hol van? Na várj, tegyünk rá valamit. Kiemelés. Hova menjek? Hova menjek? Tegyünk rá valamit. Mit? Ja, ez közelít. Ez jó. Várjuk, mert ez nem kell. Ez. So beautiful. Na, szoszi, most ilyenkor meg mi van? Várjatok, teszünk már ezt. Na, Mizu. Vagy ezt? Ha, akkor a napfény, akkor a sugár, fénysugár. Mik vannak? Nem tudom, milyen van még. Ez, ezt. Sziasztok. Várjatok, ma van itt minden. És ez? Az a légy! Kicsinyíti a számat, ez nekem nem kell. Segít ez, ilyen az, amikor televízió valaki. Köszönöm, jobb vagy effekt nélkül. Na látod, ennyi, nem? Minek az? Olyan hülye effektek vannak. Kicsinyíti a számat az effekt. Effekt nem kell. Köszönöm akkor. Na, azért nézlek én. Diliskedel. Na, ezért nézem, mert diliskedel. Örülök neki, hogy itt vagy 1990-05. Na, tudom, hogy ki vagy amúgy. De hogy azt hitt, hogy nem. Jennifer, köszönöm szépen. Csak, hogy... Na, igen.
Mindegy. Van itt minden, csak szét kell dikázni. Hát persze. Halóka! Legyen evős life. Lesz majd az is, főleg pacal. Pacal pörköl. Sziasztok! Puszillak! Puszillak 19.91. Múltkor beszélgettünk. Szia, Meli, nagyon szép asszony vagy, én is szeretnék. Jaj, köszönöm, Izabellám, puszillak, drágám. Sziasztok, szia mindenkinek. Igen, töltve van a szám. A szám fel van töltve, ennyi. Akkor meg minek az effekt? Fel van töltve. Szempilla spirálomat már van, már szempillámat már valamennyire visszanövesztettem, a szemöldökömet meg szoktam szépen rajzolni. Van naptejem, van színezett hidratáló naptejem, 50 faktoros, azzal beszokerelem az arcomat, ennyi. Szám fel van töltve, van Maybelline rúzsom, rákencézem, azt akkor meg kész is vagyok. Ennyi. Sziasztok! Szia, imádom a pacsat, szia, babát vársz. Te hogy, Emir? Nem várok babát. Az uramat várom, hogy jöjjön haza a munkából, aztán kóstolja a pacsat. Sziasztok! De hogy van büdös szaga a pacsalnak? Ez amúgy is tisztított, előfőzött, csomagolt pacsal. Értitek? Én most olyat vettem. Ezt az előfőzött, tisztított, mindenmentes pacal. Az ujjam lejég. Igaz, elném. De amúgy ilyen természetes hatása van a szárnak. Igen, az azért szeretem, imádom. Bejelöltne faszint, de nem jelöltél vissza. Jelöltetek folyamatosan, babám. Akkor majd már lassan már a többiek is sorra kerülnek. Mert megmutatom a fazékba, ha? Folyamatosan jelölök vissza, van, mikor nem enged sokat visszajelölni a Facebook, azt tudtátok, hogy ilyen is van. Hogyha egy nap többet visszajelölök, utána már nem enged jelölni, csak majd mondjuk két nap múlva. A kocsival, jaj, hát kocsit nem találtunk. Még egy jelölre, csak a gőz véget ilyen, na várjatok, na. Úgyhogy fő, szépen fő. Ez 3 kiló pacal. Köszönöm a rózsákat, Jenniferem. Puszillak, drágám, köszönöm. Engem visszaigazoltál. Na, azért mondom, hogy sorba fog az történni. 3 kiló pacal van benne a fazékba, meg 1 kiló csülök. Aranyos fain asszony vagy. Jaj, köszönöm szépen. Köszönöm. A vízműnél dolgozik ő. Vízműné. Lemaradtál, nem baj, felteszem a TikTokra. Annyira szép vagy. Köszönöm szép, olyan sok kettőtöknek, Melin. Hát én 2 napra főzöm. Majd eszünk belőle, hónap már nem főzök. Holnap nem főzök, az anyóséknak viszünk át, mert mindig úgy főzök, hogy az anyóséknak is mindig viszünk át. Úgyhogy ez 2 napra van, holnap nem főzök. 2 napra csináljuk. Jó házi asszony vagy, gyönyörű, tiszta lakásod. Puszilag, boglárkám. Nagyon szeretlek, ahogy főző, hogy kedves vagy, szép vagy, mint mindig. Puszilag, Andreám, téged is. Igen, dolgozik. Hova valósi vagyok? Én amúgy kunmadarasi vagyok. Jásznagykun Szolnok megyei vagyok. Csak már itt lakok Heves megyébe, már 20 éve. Több. 43 leszek. 19, 3, 23 éve lesz. 22 éve. Erős, 22 éve Heves megyei vagyok. Hát, mennyi helység van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vagy 8, hát emelet is van. Nem látom. Ezt most láttam, Ivett, de többit nem. Várjál. Kunmadarason lakik apu. Ezt látod, visszanéztem. Nem mindegyiket adja be akkor ezek szerint. Komolyan. Úgy hívják, hogy Melinda és Rómeó. Az unokám Helena. Köszönöm szépen, tímeám.
Köszönöm. Te mondtad, igen, igen, Ivett, igen, bejelöltél, de vissza is jelöltélek akkor a Skoda miatt, és akkor már elküldted nekem róla a képeket? Hogy az engedélykérésben nézem meg, Ivett? Hm? Mert akkor várjál. Majd meg fogom nézni. Lehet, hogy az engedélyben van. Annyira jó nézni téged és a párodat. Köszönöm, Izabellám. Lóli, Melinda, itt van az az egy légy, de mindjárt elkapom, most bekapom. Férjed meg akkor 4 éve. Igen. 4 éve vagyunk együtt. Nem, több mint felét nem használjuk. Nem, nem. Hát jó, tudjátok. Ott szoktam pihenészni egy kicsit. Ott meg körmözni. Ott meg a sok sörmény, ami megmaradt a buliból. Olyan van pakolva az összes ital. Szóval, hogy kövessenek. Na, én is szeretnék live-ozni. Egy Kata, kövessétek már be, ő is szeretne live-ozni. 457-en vannak neki. Már nem sok kellene hozzá, 500 valamennyi. Kövessétek már be, akkor őt is légy szívesnek. Neked már van a szoda. Ezt nem értem. Nagyon szép vagy nekünk is a járt házon. Aj, megint kiabál valaki, hát már nem bírom. Heves megyében hol? Halmaugrán. Én már pár hónapja követlek, és már most imádlak, puszillak, körmözök. Én is szeretném, engem is mondjon már, babám, kérlek, mindjárt megnézem. Ki az? Ki az? Ja, hello, mondjad. Nincs itthon, dolgozni van. Mi? Ja, na. Majd mondom akkor neki. Jó? Tudd már neki, hogy ahogy megbeszélték, hogy csinálnak. Jó van. Ja, jó van. Hogy hívnak? A Klári anya. Ja, jó van. Oké, majd mondom. Majd tudom én. Nem tudom, Gina, nem tudom. Hát én honnan tudjam, hogy mikor jönnek. Én Zsadányon laktam sokáig. Igen, Zsadányon. Oda is szoktunk amúgy menni. Várjatok. Várjatok, ezt ide elrakom. Amúgy már éhes vagyok. Amúgy már éhes vagyok, nagyon. Hát fent van 2 szoba, itt meg lehet 1 szoba, az 3 szoba van. Gyönyörű a házatok. Ma még mindig fő a pacal. Pacal pörköltet csinálok. Csülkös pacal. De még nekem szerezni kéne még bele fokhagymát. Még hiányolom a fokhagymát belőle. Uh-huh. Ó, nagyon jó íze van. Ó, de fincsi hát. Olyan jó sűrűsödik be a szaft meg minden. Ennyit mutatok, a konyhát, gyerekek. Értitek? Majd lehet, hogy később voltál a fő... Igen. Szia, Melinda. Igen, 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 Zsupika. Szia, Melinda. Igen. Cuki vagy. Köszönöm szépen, Katika. Puszillak. Fokhagyma. Híja van. Soha nem tettél bele fokhagymát. Diksuna, kell bele. Szoktunk. Jó, oké, Szandrám, megnézem, babám. Örülök neki, hogy küldtél. Köszönöm. Na, nem lehet hallani? Befogtam a kamerát, akkor bemondja a nevem ki. Adri Dankót kövessétek már, légy szíves, akkor Adri Dankót is. Mindjárt megmutatom. Nem, nem cigizek, mikor. Töltött paprika, jó lenne, azt is megenném.
Jaj, szia Attila! Szia kedves Melinda! Szia kedves Attila! Üdvözöllek! Hogy vagy? Legközelebb kipróbálom úgy. Tegyetek bele egy kis fokhagymát a pacalba. Majoranna, fokhagyma, só, bors, delikát. Hadd menjen bele jó sok hagyma alá aprítva. Csülkösen. Ó, már folyik a nyálam éhen. Amúgy most nagyon éhes vagyok. Nagyon szépen, köszönöm, köszönöm. Szívesen Adrikám, Adri Dankót, kövessétek már, ő is szeretne live-ozni. Nagyon gyenge hallani. Tényleg gyengén lehet hallani, gyerekek? De miért? Semmi baja. Megmutatod az emel. Nem, most nem, ajám. Szia, drága szépség, hogy vagy fent? Lóli, Melinda. Amúgy mi imádjuk a pacalt. Nem jó hallani, nem jó, nem. Na. Akkor miért? Látlak, mikor mind... Téged látlak, akkor mindig jól vagyok. Tényleg, jaj, Attilám. Hát örülök neki. Akkor gondet száll sem. Akkor nézzél sűrűbben, jó? Mert én mindig itt vagyok ám. Élőzünk elég sűrűn. Tudod meg fent a YouTube-on is, Attila. Örülök neki, ha látsz engem, és akkor... Oh, már az is jó. Küldök pár képet, én miket szoktam főzni. Köszönöm, megnézem. Jól lehet hallani, na. Szerintem jól hallak. Oké, rendben van, jó hang. Na, Márko, örülök neki. Rendben van, kedves Melinda. Na, azért mondom, már akkor az jó, ha látsz. És akkor már jó minden. Én nekem is jó látni jó embereket, feltöltenek. Kedves, jó emberek mindig feltöltenek. Engem speciálban igen. Mindig. Én is szoktam nézni a YouTube-ot, szoktam nézni a TikTok-ot, és akiket szeretek nézni, azokat megnézem, akik feltöltenek engem. Mint például a Tináékat. Csak oda megyek a YouTube-ra, ha épp nem élőznek, rákattintok, elindítom a videót is nézem. És már mindjárt jobb is a kedvem. Jaj, nem agázzál, Adrikám, tegezzi engem le nyugodtan. Mi szeretünk téged. Köszönöm szépen, drágáim, örülök neki, Szimikém. Szia, szia, Kittike. Szia, mindig így hordod a hajad. Nyáron így. Igen, mert nagyon melegen van, ha leengedem. Sok mindent megfőztem, amit csináltál. Tényleg? Csak így tovább sok. Köszönöm szépen, kis Éva. Tényleg? De olyan rossz, hogy nem küldtök nekem róla képet. Sziasztok! Küldjetek már nekem róla képet! A Facebookra! Mi a titka? Nem mosom sűrűn, babám, a hajam! Ritkán mosok hajat amúgy. Aha, találtam fokhagymát. Akkor téged. Nem mindig engem szoktak beolvasni. Van másik Melinda is, aki ír nekik. Értitek? Nem mindig engem. Várjatok már, mert... Jaj, elesik a telefon. Nem mindig engem... Jó van, amúgy te mintha 25 éves... Naj, az igen, én majd megcsinálom a paprikát is. Jól van, küld már ne! Küldjétek már el nekem, amit megfőzőcskéztek! Azért teszem fel, hogy csináljátok meg, de én meg akarom nézni! Köszönöm, Katám! Köszönöm a rózsákat, puszillak, édesem! Mi is nagyon szeressük őket a két iker fiaimmal. Igaz-e? Igen, én is nagyon. Sziasztok! Szia, Khalifa, Réka! Bár csak 20 évvel ezelőtt megismertelek volna, na, most a feleségem lennél. Aztó! Tényleg? Jaj, Attilám, na, ennyi. Hát te mondtad? Sziasztok, szia Bálint, sziasztok. Szia mindenkinek, akik most csatlakoznak. Csülkös pacalt csinálok, Bálint. Finom csülkös pacalt. Köszönöm a rózsát. Köszi, Bálint. Úgyhogy az lesz. Köszönöm, Adriánám, neked is, drágám. Még teszek hozzá fokhagymát. Sziasztok! Köszönöm szépen! Tetszik a tetkó? Még teszek bele egy kis fokhagymát,
úgy, ahogy illik. Ó, nagyon jó ez a szempilla spirál, gyerekek. Köszönöm a rózsát, köszönöm Bálint. Vagy mi az? Parfüm? Ja, parfümöt? Na, köszönöm szépen. Janice, főzni, Melindám. Köszi, Juliet, köszönöm. Parfüm, köszönöm, no. Minő parfümő. Ilyen nagyon szép, nekem is van már a kezemen. Hát ezt a rózsát néztem ki a neten, mert itt volt egy faimpárduc. Jaj, a kést nem mutatom. Volt itt egy faimpárducom. Nagyon szép volt, hogy el kellett takarni. Meg most itt van nekem ez ilyen koktélmadár. Ezt is el akarom takartatni, ezt a koktélmadarat. Na, oda meg tudjátok, mit akarok? Tündért. Úgyhogy itt a rózsa, itt meg majd lesz a tündér. Jaj, de forró a fedő. Na, jövök. Szárad a szám, azért csinálom így mindig. Nem tartasz attól, hogy egyszer elfoglak. Ne! Ne raboljatok már engem sehová! Nem tartasz attól, hogy el fog rabolni, ha hajlamos vagyok rá. Nem, Attila, nem így ismertelek. Tényleg hajlamos vagy azonokat elrabolni? Jó van ma. De hogy félek, Attila, én nem félek tőled. Te rendes vagy. Megyek én is majd, visszajövök. Oké, Adri, oké. Mindig jókat főzöl, drágám. Köszönöm, Dórám. Visszatértem, lemaradtam. Na, sütemény 36. Hát attól függ, hogy mikor tűntél el. Szia, Melinda. Szia, Lorácska. Gyerekeid hol vannak? Otthon. Szia, Melinda. Hát tudjátok, ahol leszoktam menni Tiszanánára. Én most Halmaugrán vagyok. Mármint, hogy én itt lakok, Halmaugrán. Tiszanánán vannak a gyerekek, meg az unokám is Tiszanánán van. Sziasztok! Köszönöm szépen amúgy a sok megosztást. Ja, ebédelni voltál? Jajaj, jól van, egészségedre, sütemény 36. Mit tettél? Annyira meghoztad a kedvem, hogy én is elkezdtem főzni. Nagyon helyes! Hát ez a lényeg. Ez volt a lényeg. Sziasztok! Erigyna, szia! Annyira szép vagy. Jaj, Orsos Kitikém, Szilvikém, köszönöm. Mire repült ide rám, láttátok? Elkapom, azt bekapom. Annyira meghozta, ja, ezt már most, nem? Köszönöm az új szívet is, köszönöm szépen, Bálint. Mondom, ezt a legyet így rögtébe elkapom, a számmal kapom el most. Szia, Beús, szia mindenkinek. Hát már a krumpli is már lassan megfő. Az uram is már lassan benyit az ajtón. Pacalnak ma alakulni kéne. 42 éves vagyok. Szia, Csilla. Elkapom utána egy... Bekapom, lenyelem, nem érdekel. Már annyira utálom ezt az egy legyet. Most tényleg megeszem. Szép asszony vagy, Melinda. Köszönöm szépen, Klára. Köszönöm. Kedvenc italod, házi bírspláling. Birs pálinka, házi pálesz, házi barack, de az barack legyen keményen, de a birs pálinkát nagyon-nagyon szeretem. Most is pálinkáztunk. Lóli Melinda, úgy vagyok fent. A gyerekeim 21 éves és 19 éves. Hogy lehet valaki ennyire gyönyörű szép szemmel, és nagyon jaj, Attila, már túlságba dicsérsz, jaj. De nagyon kedves vagy, köszönöm szépen, Attila. De ne csapd Bobit, ő a kedvenc legyen. Nem bántom, Muser, na akkor itt hagyom neked. De akkor gyere érte. Gyere érte. Nem ital, illat. Ja, én úgy olvastam, hogy ital. Hát na most hiába mondjátok, gyerekek.
Á, jó van, na, gyere a Bobié! Száll vége! Há, én még másnapos vagyok, ne haragudjál, jó? Rendben? Én még mindig másnapos vagyok. Mit gondoltál, mit olvasok? Az illat helyett italt. De ez már nem az első. A múltkor is így csináltam. Illatot kérdeztek, akkor italokat soroltam. Az mi van abban? És az a kedvenc illatom? A házi birs pálinka illatánál nincs jobb. Amúgy meg azt kéne megparfümösíteni. Szó! Elvárnám már! Sziasztok, drága Melinda! Sziasztok! Na, birsalma pálinka illatú parfüm? Szóljon már valaki! Van? Úgyhogy biztos jó a genetika azért ilyen. Jaj, köszönöm, Szimikém! Ennyi! Amúgy meg a Pulisznak van egy fehér üveges, nagyon-nagyon finom, vidám illatú. Vidám illatú, mint én. Az a parfüm tisztára olyan, mint én. Könnyű, friss, vidám. Főzős, láj. Igen, a párod pálinka főző mester. A szép user. Hello. A rózsaszín is finom. A rózsaszín is finom. De van egy fehér változata. Bejelöltelek Facebookon. Köszönöm szépen. Visszajelöllek. Az Yves Saint Laurent Libre. Tudom, annak is nagyon jó illata van. Nagy a lány, hogy unok. Igen, van unokám, Alíciám. Szia, szépsége. Sziasztok. Szia, Rita. Szia, Dajka. Vanessa. Szia mindenkinek. Meghalok. Hát, öcsém. Most én rendeltem. Ja. Rendeltél fehéret? Nekem is kell egy fehér már most. Oké, Juliet, rendben van, mindenkit vissza fogok jelölni. Csak van úgy, hogy a Facebookon, mikor egyszerre többet jelölök vissza, akkor nem mindig engedi. Egy idő után nem enged már visszajelölni. Az megjött, hogy nagyon finom. Igaz-e? Nagyon-nagyon jó illata van, én is nagyon szeretem. Hát gyerekek, elzárom majd lassan a pacalt, a krumpli már megfőtt, a pacalnak még főni kell egy jó fél órát, aztán majd jövök vissza, jó? Mert már most már nem sokkal jön a Falkó. Hadd szedje magát rendbe. Rendbe szedi magát. Aztán úgy jobban lesz kedve majd live-ba enni, úgyhogy már jön nem sokkal, lekapcsolom. Megmutatom még nektek a pacalt. Na, meg fogom mutatni. Jó, rendben van, már most vissza is jelölgetlek titeket. Megfordítom. Fő a pacsal. Hozzá a burgonya, főtt krumpli, pacsalpöri, csülkös pacsalpöri. Köszönöm, Angyi! Köszönöm szépen, Angyiz! Sziasztok, háló, Melinda, sziasztok! Hogy vagy fejfettél, Lóli, Melinda? Oké, sőt vagy hozzá, jövünk vissza, adjál már belőle, küldöm fénypostán. Én is bejelöllek, facén, oké, Szimikém, rendben van. Jelöljetek be nyugodtan, még nincs meg az 5000, és YouTube-on is kövessetek, majd jövök vissza, a csinos és a szív, nagyon csiszom, puszillag, drágám, kedves vagy. Na majd jövünk szépen, megkélek, ha lehetne egy pikin is. Milyen? Micsoda, Attila? Nem értem azt. Milyen piknit? Ó, de megenném. Na, sziasztok! Szia mindenkinek! Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít. Jövünk vissza nem sokkal finom csülissel. Sziasztok! Jelöljetek nyugodtan. Tudom, hogy innen vagytok.